Új angol nyelvű képzést és egy szolnokra kihelyezett alapképzést is elindít ősszel a Debreceni Egyetem Nyíregyházi Egészségügyi Kara. Hogy melyek ezek és mik a további tervek a jövőt illetően, arról is beszámolunk a mai 35 percben. Műsorunkat ezúttal is rövid tartalomajánlóval kezdjük. Üdvözlöm Önöket! Bővül a jókai, új tantermeket, tornatermet és ebédlőt is kialakítanak. Nehéz helyzetben az állattartók, dráguló takarmányok, megnövekedett költségek. Felvételi időszak virtuális nyílt napon mutatta be képzéseit az egészségügyi kar. Egy több mint 1 milliárd forintos beruházás kezdődött tavaly a nyíregyházi Jókai Mór református általános iskolában. Ha minden a tervek szerint halad, idén évvégére egy új épületszárnyat kap az intézmény, melyben mások mellett ebédlő és melegítő konyha, valamint egy tornaterem is helyet kap a hozzátartozó öltözőkkel és mosdókkal együtt. Köszöntöm a stúdióban Múlcsánné Nagy Ágnest, az iskola igazgatóját. Jó estét kívánok! Meglehetősen nagy múltú az iskola, több mint 100 éves. Ennek megfelelően az épületek is azért azt gondolom, hogy megérettek felújításra, és talán az intézmény is növekedett annyit, hogy a bővülés igencsak időszerű lehetett. Így van. 115 éve működik ez az iskola nyíregyháza belvárosában. Már az iskola történetet fellapozzuk, akkor látható, hogy már 1938-ban történt az, hogy először kinőtte a falait. Igazság szerint mostanában igen sok diák jár hozzánk, 750 körüli mindig a tanuló létszám. Az elmúlt években ez hogyan alakult? Tehát mondjuk 10 évvel ezelőtt hányan jártak a Jókaiba? 10 évvel ezelőtt egy kicsit kevesebben, de pont az utóbbi évtizedben akkora volt a gyereklétszám, hogy már régen áhítoztunk erre az új épületre. A helyén egy nagyon régi tornaterem állt, az ős Jókai tornaterem, ahol egyébként tagozatos sporttagozatos oktatás folyt, de ez már nagyon megérett a lebontásra, és most egy 3 emeletes új létesítmény készül ott, amit már rendkívüli módon várunk. Milyen forrásból sikerül ezt megvalósítani? Nagyon sok takarékoskodással, az egyházközség segítségével, és egy 500 millió forintos kormányzati támogatással készül el a Jókaiban a régi helyére, a történelmi régi helyére egy új tornaterem, egy ebédlő, és még 6 tanterem is, ami nagyon nagy mértékben emeli majd a minőségi oktatásnak a feltételeit. 21. századi feltételeket szeretnénk teremteni ebben a hagyományos iskolában. Hogyan zajlik most az építkezés és az építkezés mellett az oktatás? Hát igen, most duplán is nehezített helyzetben vagyunk. A járványhelyzet miatt egyébként is sok-sok védekező intézkedést kellett foganatosítanunk. Az építkezés is megy szépen a maga módján, az udvarunknak több mint a felét elfoglalja most ez a beruházás, de kidolgoztunk ehhez egy olyan intézkedési tervet, amely a testnevelés órák szervezésére vonatkozóan, amely még a járványhelyzethez is igazodik, és mondhatnám, hogy zavartalanul folyik a munka, de hát ez nagyon-nagyon sok odafigyelést kíván nyilván, de szívesen tesszük. Hány osztály és milyen osztálylétszámmal működik az iskola? 28 osztály van a Jókaiban, van közöttük jó sok, amelyik 30-32 tanulóval dolgozik, és a termeink ezekben a régi történelmi épületekben, amelyeket egyébként szépen rendben tartunk, és minden modern felszereléssel el van látva, sok helyen szűkös, tehát sokkal kisebb, mint amennyire szükségünk lenne. Itt ebben az új épületben éppen pénteken felmerészkedtem már a legtetejére is, mert most már az utolsó szint, a legfelső szinten lesz a tornaterem, ami azt hiszem, hogy kuriózum, és láttam a tantermeket, amelyeknek a mérete remek. Tehát a ilyen ideiglenesen kialakított termekhez képest, amelyek már több évtizede ideiglenesek nálunk, ahhoz képest nagyon sok lehetőséget tartogat a tanulás modernebb módszereinek a gyakorlására. Említette, hogy 21. századi ez az iskola valóban ez az új épület. Miben fogják ezt érzékelni? Mármint azt, hogy miben segít nekünk? Hát elsősorban, amikor én
nagyon régen, még a múlt évezred második felében elkezdtem ebben az iskolában dolgozni. Onnan, vagy már akkor is elavult volt az, hogy mi három utcával odébb jártunk, vagy vittük át a gyerekeket, kísértük át ebédelni. Most például ott ebédlő működik majd a Színház utca 3 szám alatti telephelyünkön. Ez azt gondolom, hogy azért ez már kicsit méltóbb feltétel, és ez a 6 tanterem, ez nagyon sokat fog nekünk segíteni, mert... Ezek szaktantermek lesznek, nem, vagy normál nem tantermek? Szaktantermek kialakítására most itt nem volt módunk, mert annak nagyon sok feltétele van, ahhoz járul szertár, külön tanári, a feltételei nagyon bonyolultak. Nekünk most 6 osztályterem lesz, és szaktantermeket fogunk tudni használni. Most a Covid miatt egyébként sem használnak az iskolák sajnos azokat. Nekünk jövőre új lehetőségek nyílnak, most még jobban fogjuk érezni ennek a jótékony hatását. Javában zajlik még a középiskolai felvételi eljárás, a nyolcadikosok mennyire vannak lázban, és egyáltalán milyen eredményeket ér el a Jókai abban a tekintetben, hogy vajon hányan tesznek sikeres felvételi vizsgát az első helyen megjelölt intézményekben. Nagyon fontos a számunkra az átmeneteknek a segítése, a támogatása. Az óvodából az iskolába való átmenetnek, az alsó tagozatból a felső tagozatba való átmenetnek, és nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a szülőknek segítsünk, és a gyerekeknek, hogy hogyan válasszanak olyan intézményt, amelyik a 14-től 18 éves nagyon fontos időszakban a második otthonukká válik. Ami tanulóink, igen jók a beiskolázási mutatóink, a Jókai is diákok, a tavalyi évet tekintjük, és ez nem kiemelkedő eredmény. 2 diákunk volt, aki nem abba az intézménybe jutott be, amelyet első helyen megjelölt. Többségük abba az osztályba is, vagyis arra a tagozatra is, amelyet megjelölt. Leginkább a város jó nevű gimnáziumaiban, szakgimnáziumaiban tanulnak tovább a jókaisok. Nagyon népszerű a Vasvári Pál gimnázium, a Krúdi, Kölcsei, az Rényi gimnázium, a Széchenyi, és a felvételi eredményeiket még nem tudjuk, mert ma küldik ki a középiskolák, de nagyon ígéretes 100 pont közeli eredményeket is értek el, azért tudunk már néhány adatot erről. Miben rejlik a Jókai ereje? Én azt gondolom, hogy ha az iskolánkra tekintek, és megpróbálom egy kicsit eltávolítani, akkor én azt gondolom, hogy pontosan ebben, hogy hagyomány és modernség. Hagyomány nem csak abban az értelemben, hogy 115 éve már működik itt a városban ez az iskola, hanem hagyomány, ami a keresztény hagyományokat illeti. A keresztény értékrend, a keresztény iskolákban a szülőket jobban bele kell venni a buliba, bocsánat, hogy ilyen vulgárisan fogalmazok, ott még fontosabb, hogy a szülői házzal tartsuk a kapcsolatot. A másik oldalon pedig a modernség, törekedni kell a református iskolai hagyományoknak megfelelően, a szakmai professziónak az elsajátítására, a módszereknek, az eszközöknek a kiaknázására. Úgyhogy van drón, ami segíti a programozás tanulását a gyerekeknek, beszereztünk legújabban olyanokat is, használunk sakkpalota programot, használunk Lego robot, robotika is van nálunk, és igyekszünk arra, hogy megalapozzuk az alapkészségeket, ami a hagyományos nevelésnek az egyik fontos eszköze. Hát meg a mi iskolánk valahogy mindig szerintem az elejétől kezdve gondot fordított a vállalkozói kompetenciák fejlesztésére, tagozatos iskola lévén, a versenyeztetés hagyománya révén. Én a jókaisokat úgy látom, hogy bátrak. Bátrak, magabiztosak, hogyha így általánosságban nézem őket, és nagyon hálás vagyok azért Istennek, hogy ők nagyon büszkék arra, hogy ebbe az iskolába jártak. Ez is ad egy valamilyen erőt. Érzékelhető ez az első osztályosok között is? Tehát népszerű, szeretik a szülők a jókait választani az első osztályosok gyerekeknek? Igen, nem voltak még beiskolázási gondjaink, mióta én az eszemet tudom. Most is sok
kis óvodásnak a családja úgy gondolta, hogy ránk bízza a gyermekét. Ez nagyon fontos döntés, hiszen 8 évre határozza meg egy családnak a mindennapjait. Beadják az icipicike kis 6 éves, most már 6 éves gyermeküket hozzánk, és 14-15 éves kamaszként fognak elmenni az iskolából, és érezzük ennek a felelősségét, és viseljük is. És talán az, hogy szoros kapcsolat van a szülők és az iskola között, ez egyfajta megnyugvás a szülőnek, hogy... Én remélem, igen. Mi arra törekszünk, hogy így legyen. Én azt nem mondom, hogy amilyen egy problémamentes iskola, mert mindenhol ugyanazok a gondok vannak, csak lehet, hogy mi egy kicsit másképpen próbáljuk ezeket megoldani, vagy több lábon állunk, hiszen a gyülekezet, a fenntartó gyülekezet, ez egy ilyen közvetlen fenntartó, egy közvetlen támasz mögöttünk, és a gyülekezet az ugyanúgy hozzájárul szerintem a gyerekek neveléséhez, ha más nem, akkor a szellemiségével, az értékrendjével, mint ahogyan a szülők, a pedagógusok, tehát nálunk egyel több lábon áll a biztonsága gyermekeknek, úgy gondolom. Említette, hogy az óvodásokat is segítik az átmenetben, igen, ahogyan a középiskola felé is segítik, igen, a nyolcadikosokat. Miben nyilvánul meg a kicsiknek a támogatása? Hát először is 4 évvel ezelőtt bevezettük a Sakkpalota programot. Egyébként a Kazinci iskolától vettük az ötletet, és ez nagyon-nagyon jó eljárásnak bizonyult. Most már az összes tanító használja a nevelésben. A gyerekek nem iskolába járnak, hanem egy sakkpalotába járnak hozzánk. Nem úgy kell elképzelni, hogy minden gyerek sakknagymester lesz, hanem a sakknak az eszközeit használják a pedagógusok a képességfejlesztéshez, de még nagyon sok mindent egyébként. És amire még, hogyha azt kérdezi, hogy mitől jókai a jókai, figyelünk a esélyegyenlőségre, figyelünk a felzárkóztatásra. Nálunk minden gyerek megkapja a fejlesztést, a BTM-en és SN-i tanulók, azok, akik egy kicsit akadályoztatottak a tanulásban, és a tehetséggondozásban pedig 41 gazdagító programunk zajlik most ebben a tanévben, ebben a zárt kapuk mögött az iskolában. Úgyhogy sok mindennel foglalkozunk. Köszönöm. Amit majd kiválóan fog szolgálni az új épület, várhatóan novembertől, hiszen... Hát reméljük, igen, hogy karácsonyra elkészül. Múlcsanné Nagy Ágnes igazgató azt, hogy nagyon köszönjük, hogy befáradt hozzánk a stúdióba. Köszönöm szépen a beszélgetést. Áldás békesség. Nehéz helyzetbe kerültek az állattartók. Az utóbbi időben a jelentősen dráguló takarmányok drasztikusan növelték a költségeiket, és a tavalyi év végén megjelenő betegségek, a sertéspestés és a madárinfluenza sem könnyítették meg a dolgukat. 2021-ben azonban a korábbinál lényegesen nagyobb támogatásra számíthatnak a magyar gazdák. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területe 623 ezer hektár, amiből a mezőgazdasági hasznosítású területek nagysága mintegy 390 ezer hektár. 280 ezer hektár a szántók területe, amelyeken jellemzően mintegy 65%-ban gabonafélék és 15%-ban olajos növények termesztése folyik, nagy arányban integrációs termesztés keretében, vagy a helyi állatállomány takarmányozása céljából. Csak a kimagasló termés eredményű években jelentkeznek értékesítési nehézségek. Az állattenyésztési költségekben, megyénkben is nagyon magassá vált az önköltség. A helyi állattartóknak nincs hatásuk a gabona, a fehérje hordozó növények, takarmányok árára, így csak áremeléssel lehet kompenzálni a növekvő költségeket. Ezt azonban a kiskereskedők és a fogyasztók is nehezen fogadják el. Egy árkövető magatartást tudunk csak felvenni, és az önköltségben azokat a tételeket, amelyeken még lehet spórolni, és lehet esetleg megtakarítani, a hatékonyságot javítani, azokat kell megnézni csak, hogy ez az áremelkedés, ami most bekövetkezett, például, hogy egy konkrétumot is mondjak, tejnél ez elérheti a 10 forintot, tehát egy 10%-os önköltségemelkedés. A sertésnél is 10%-ot elérheti, ami azt jelenti, hogy 40 forint körüli, 35-40 forint körüli áremelkedés kilónként az önköltségben. Úgyhogy ezt már a jelenlegi felvásárlási árakkal nem lehet kigazdálkodni, egyértelműen veszteségben fordulnak a gazdák, úgy a baromfitartók, mint a tejtermelők és a sertéstartók is. Hát ezt egy
egy-két hétig még ki lehet bírni, de hogyha hosszú hónapokig tart ez a folyamat, hogy veszteségesen tudnak csak termelni, akkor abba hagyják a termelést. Azt pedig tudni kell az állattenyésztésről, hogy ha valaki abba hagyja a termelést, akkor nagyon ritkán tudja ezt újra kezdeni, vagy fogja újra kezdeni. Egyébként ágazatok között azért egy különbség van, a baromfi az, amelyiket a legkönnyebb újra beindítani és leállítani is, mert gyorsabban forog az egyes turnusok. Aztán a sertés az, amelyiket egy kicsit már nehezebb leállítani is, meg beindítani, és aztán végül a nehéz ipar az állattenyésztésnek az a tejtermelés, szarvas marhatartás, ott pedig, hogyha valaki kiszáll ebből a tevékenységből, akkor nagyon ritkán indul egyáltalán újra. Úgyhogy ezért nagyon fontos az, hogy meg kellene vizsgálni a kormányzatnak, hogyan tudja áthidalni ezt az időszakot, mert hogyha az év, 2021-es év második felére nézünk, és a folyamatokat, meg az eddigi tapasztalatainkat így összerakjuk, akkor az gondoljuk, azt reméljük, hogy ez a csökkenés meg fog állni, és vagy fölzárkóznak a felvásárlási árak és átvételi árak, illetve a takarvány árak pedig csökkennek, mert abszolút irreálisak ezek az árak, amik kialakultak, tehát ez nem indokolt. A világon a takarvány alapanyag az nem olyan mértékben hiányzik, mint amilyen mértékben most megugrottak az árak. És hogy miért ugrottak meg az árak? Azt látjuk, hogy mint oly sok minden mást is, Kína mozgat itt sok mindent, hiszen globális játékos a mezőgazdasági piacon, világpiacon is Kína. Tehát, hogyha Kína valamit elkezd fölvásárolni, akkor annak az ára bizony megemelkedik, és az begyűrűzik a világ összes országába. Ez történt itt is. Kína köztudott az, hogy évek óta kínlódik az afrikai sertéspestissel, és hát nagyon jelentős mértékben kellett csökkentenie az állományát, ezen keresztül pedig csökkent a sertéshús előállítás, és óriási tételekben kezdett el vásárolni az elmúlt két évben, különösen 2020-ban, tehát nagyon nagy mennyiségben vásárolt sertéshúst a világpiacról, és most ugye azt látják ők is, hogy ez nem jó irány, és próbálják az önellátási szintet emelni, és egy határozattal ki is tűzték maguk elé azt a célt, hogy jövő évig, tehát ebben az évben és jövő évben együttesen megpróbálják elérni a 90%-os önellátási szintet, tehát visszazárkózni oda, ahonnan elindultak az afrikai sertéspestis kitörése előtt. Ehhez viszont egy óriási mértékű beruházásra van szükségük, egyrészt kell vásárolniuk genetikát, be kell állítani nagyon sok telepre sertést, illetve hát el kellett különíteni olyan régiókat, ahol az afrikai sertéspestistől mentes állományokat tudnak fölnevelni. Ezeket a telepeket föl kell tölteni genetikával, tenyészállattal, utána pedig a tenyészállatok által termelt rizóállatot takarmányozni kell. És ez történik most, hogy a takarmánykészleteket feltöltik a kínaiak, illetve az arab országok pedig a gabonakészleteiket töltik fel, mert ők is úgy gondolják, hogy ez a koronavírus helyzet még mindig nagyon kockázatos és bizonytalan, nem lehet tudni, mikor ér véget, és nem lehet tudni, hogy ezek milyen hatása lesz még a egyéb árupiacokra is, tehát jobb, hogyha most vásárolnak takarmányt, illetve elsősorban a kínaiak, az arab országok pedig gabonát, mint később, és ez egy nagyon komoly keresetet idézett elő a világpiacon, úgyhogy most ennek az állattenyésztők szák a levét. A kormány igyekszik az ágazatot segíteni, ebben a törekvésben az idei Európai Uniós agrárpolitikai támogatás is sokat jelent. A magyar kormány döntött év végén, és ezt most januárban hozta nyilvánosságra, hogy a vidékfejlesztési támogatásoknál az eddigi 17,5%-os társfinanszírozás azt 80%-ra emeli. Ez azt jelenti, hogy a következő 7 éves ciklusban mintegy háromszor annyi nemzeti önrészt fog kifizetni, vagy hát pontosabban ennyi támogatást, vidékfejlesztési forrást kapnak a gazdák, vagy áll a gazdák rendelkezésére. De ezt látni kell, hogy egyébként egy nagyon jó hír. Tehát a sok rossz hír mellett ez év elején egy nagyon jó hír volt a gazdáknak, hogy a kormány nagyon komolyan a zsebébe nyúl és támogatja a gazdákat, viszont ezzel azért már élni is kell. De úgy tudunk ezzel élni, hogyha a következő hónapokban a bizottsággal, az Európai Unió bizottságával megvívjuk a csatáinkat, és olyan támogatás politikát sikerül kialakítani, ami a állattenyésztőknek kedvező. Tehát van pénz, úgy néz ki, hiszen a kormány erről döntött a blogban. A kérdés, hogy ezzel hozzá fogunk tudni férni, akkor tudunk, hogy és megfelelő helyekre fog ez kerülni, ez még a következő hetek, hónapok zenéje. Mi azon leszünk, hogy a lehető legnagyobb mértékben tudjanak az állattenyésztők ezekhez a forrásokhoz hozzájutni. Másik jó hír még, hogy a állattartó telep korszerűsítésben is újabb kiírásokra kerül sor áprilisban. Régóta kértük azt, hogy a kisebb beruházásokra is írjanak ki pályázatot,
és ez úgy néz ki, hogy meghallgattatott, és a következő hónapokban tudomásunk szerint ki fognak írni kisebb állattartó telep korszerűsítési beruházásokra is pályázatot. Ez azt jelenti, hogy 100 millió forint értékhatárig, tehát támogatási szintig lehet majd pályázni. Ugyanis az előző pályázati körnél 100 millió forint volt az alsó határ, tehát 100 millió forintot nem ért el a támogatási szint, amit kért a gazda a beruházáshoz, akkor nem tudott pályázni. Most ez úgy néz ki, hogy maximum 100 millió értékig lehet, és annál kisebb értékekre pályázni. A felvásárlási árak leszakadtak a bolti áraktól, míg az önköltség és az input árak a többszörösére növekedtek. A szakember szerint a mai világpiaci árak mellett támogatások nélkül szinte lehetetlen termelési tevékenységet folytatni. Nem jó a kilátás, nem túl jó a helyzet, és a 21. században nagyon sok új technológia van, ami rendelkezésére áll a termelőknek, hogy hogyan tud nagyon hatékony lenni. De olyan szinten, tehát 20 éve, 30 éve nem változtak sok helyen a felvásárlási árak. Az önköltség is emelkedett, de az input árak, tehát az alapanyagok, amiből készítjük, vagy amivel takarmányozzuk az állatot, a gépek, az eszközök, az épületek, csak ha az elmúlt 5 évet nézem, telepkorszerűsítési pályázatoknál egy óriási gond az, hogy az elmúlt 4-5 évben 40-50%-kal emelkedtek a beruházások költségei. De ennyit nem emelkedett a felvásárlási ár, sőt, az ott van, ahol volt, vagy még annál is kevesebb. Úgyhogy ez egyelőre egy nagyon nehezen megoldható képlet számomra. Tehát társadalmi szinten kellene elfogadtatni az emberekkel, hogy igenis az élelmiszer, az olcsó élelmiszer, annak az az ára, hogy tönkre fognak menni a gazdák, esetleg a végén megmarad néhány hiper-szuper nagy, intenzíven termelő nagy üzem, és kész. Én nem örülnék neki, hogyha ez lenne a vége. Nagyon szeretném azt, hogyha egy társadalmi kiegyezés lenne, abban tekintetben, hogy az emberek azt mondják, igen, mi inkább fizetünk többet, de akkor maradjanak életben a termelők, és a magyar élelmiszert azt Magyarországon állítsuk elő, hiszen itt az Isten adta adottságunk, hogy elő tudunk állítani nem 10, hanem 20 millió embernek élelmiszert, de ha nincs termelő, akkor ez nagyon nehezen fog megvalósulni. A következő hónapokban még folynak a tárgyalások az Európai Unióval, annak érdekében, hogy a hazai állattartók számára még kedvezőbb legyen a támogatási rendszer. Virtuális nyílt napon mutatta be képzéseit és kampuszát még tavalyi végén a Debreceni Egyetem Nyíregyházi Egészségügyi Kara. A felsőoktatási intézmény ősszel egy új, angol nyelvű és egy kihelyezett alapképzéssel bővíti kínálatát. Ezekre, ahogy az összes többi szakra, idén és február 15-éig online lehet jelentkezni. A hagyományos beiskolázási rendezvényt a vírushelyzet miatt nem tudták személyes formában megtartani a Debreceni Egyetem egészségügyi karán. Helyette egy virtuális nyílt nap keretében online barangolhatták be az érdeklődők a nyíregyházi kampuszt még decemberben. Rövid videókon keresztül kaphattak képet az infrastruktúráról, a kar felszereltségéről és az oktatás során használt eszközökről. Megismerhették a képzési palettát is, majd külön az egyes szakokat. A szervezők bemutatták a hallgatók tanulmányait segítő lehetőségeket, és szó volt a tehetséggondozásról is. A rendezvény ezt követően interaktívvá vált, egy online fórumon tehették fel kérdéseiket az érdeklődők az oktatóknak. A legnépszerűbb szakok listáját egyébként évek óta a mentőtiszt és a szülésznő képzés vezeti a karon, de tavaly a szociális munka levelező tagozatára is sok hallgatót tudtak felvenni. Köszöntöm a stúdióban vendégünket, dr. Sárvári Attilát, a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának oktatási dékánhelyettesét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mennyire készültek erre a virtuális online bemutatóra, amivel ki kellett, hogy váltsák a szokásos nyílt napokat? Mivel online formában került ez most megrendezésre, ezért kis filmeket készítettünk az egyes szakokról, illetve az egészségügyi kar oktatótermeit, tantermeit, helyiségeit is egy kis film formájában mutattuk be. Illetve lehetősége volt a hallgatóknak arra is, hogy úgymond közvetlenül találkozzanak a oktatásban résztvevő oktatókkal és tanárokkal, és közvetlenül fel tudták tenni nekik azokat a kérdéseket, amelyek érdekelték őket. Mi a tapasztalat, mennyire voltak nyitottak a középiskolások, vagy akár nem középiskolások, hanem már idősebb leendő hallgatók? Igazából ugye két nyílt napot rendeztünk, tehát volt egy decemberben, illetve rendeztünk egyet januárban is. A decemberire viszonylag kisebb volt az érdeklődés, viszont a januárin kb. 60
hallgató jelent meg. Elsősorban középiskolai tanulók jelentkeztek be erre a virtuális nyílt napra. Lesznek újdonságok ebben a, vagyis a következő tanévben, melyek ezek? Így van. Egyrészt szeretném elmondani, hogy szolnoki kampuszon ápoló és védőnő képzést indítunk, kihelyezett képzésként. Honnan jött ez az ötlet, vagy az igény, hogyan jelentkezett erre? Ugye a Debreceni Egyetem részévé vált a szolnoki kampusz, és ott a helyi önkormányzattal, illetve a helyi kórházzal együtt mértük föl azokat a lehetőségeket, hogy milyen képzésekre lenne ott helyileg szükség, és ez alapján döntött úgy az egyetem, illetve a kar, hogy ezt a két képzést indítja kihelyezett képzési formában. Mekkora erre az érdeklődés, vagy ez majd február 15-e után derül ki? Ez elsősorban február 15-e után fog kiderülni. Most jelen pillanatban alapvetően a telefonos e-mailes megkeresésekből tudunk arra következtetni, hogy lesz igény, van igény ezekre a képzésekre. Hogyan sikerül az oktatói gárdát erre fölállítani? Igen, ezen még jelen pillanatban is dolgozunk, dolgozik az egyetem, illetve a helyi önkormányzat. Itt egyrészt nyilván az oktatóink része, úgymond virtuális formában tudja majd segíteni a hallgatók, online formában tudja majd segíteni a hallgatók felkészülését, illetve nyilván a szolnoki kampuszon is lesznek elsősorban gyakorlati oktatók, akik ott segítik a munkájukat, és hát a kórházból is szeretnénk majd megnyerni orvosokat, tápolókat, akik ebben a képzésben részt tudnak ott majd venni. Indul angol nyelvű képzésük is, erre hogyan készülnek és kiket várnak rá? Így van. Már korábban ugye elindult az egészségügyi szociális munka angol nyelvű képzésünk, most ősztől pedig ápoló alapképzést szeretnénk indítani. Az érdeklődés legalábbis a Stipendium Hungaricumban jelentkezhettek, ugye azok a külföldi hallgatók, akik pályáztak ösztöndíjra. Ez alapján elmondhatjuk, hogy jelentős az érdeklődés az eddig meghirdetett szakra is, illetve az új ápoló angol nyelvű képzésre is. Illetve a szociális munka és szociális gazdaság mesterképzést is hirdetjük angol nyelven. Úgy tudom, hogy jövőre is készülnek egy új képzéssel, védőnői mesterképzés. Így van. A védőnő mesterképzés az egy teljesen új szak, amelynek a képzés és kimeneti követelményeit nem régen fogadták el tavaly évben, és ez pedig 22. februárjában keresztfélében szeretnénk elindítani. Mennyiben módosult a felvételi rendelet, a szakképzés egy kicsit átírta ezt az eljárást? Igen, a felvételi rendelet az olyan értelemben módosult, hogy a OKI 54-55-ös szakképzéssel rendelkezők, hogyha szakmai vizsgát tettek, akkor tulajdonképpen, hogyha a szakmai vizsgáiknak megfelelő szakirányban folytatják a tanulmányaikat, akkor ebből is lehet pontot számítani nekik, illetve a technikumi képzéssel, technikumi végzettséggel rendelkezők esetében, pedig ez a végzettség majd kiváltja a emelt szintű érettségit. Az egészségügyi karon valamennyi szakon szükséges emelt szintű érettségi? Így van, ez már a tavalyi évben is így volt, és most is ez jellemző. Mennyire jellemző a nyelvvizsga nehézség a diplomaszerzésben? Hát a hallgatók egy része ugye már a középiskolában megszerzi a középfokú nyelvvizsgát. Jellemzően általában a hallgatóink kb. 40%-a, 30-40%-a, aki már középfokú nyelvvizsgával rendelkezik. Nyilván ez a levelező tagozatos hallgatók esetében jelent egy nagyobb problémát, akik korábban tanultak még valamikor nyelvet, és nem volt ugye kötelező, ez nem olyan magas színvonalon tanulták ugye az adott nyelvet.
Ebben mi segítséget nyújtunk, tehát az első három fél évben egy emelt óraszámban tanulhatnak angol és német nyelven a hallgatóink, tehát megkönnyítjük a középfokú nyelvvizsga megszerzését. Ha már itt a levelező oktatás szóba került, meg a szolnoki kihelyezett kapcsán itt az online oktatás, ugye ebben a fél évben továbbra is online történik az oktatás. Így van, most februárban, éppen ugye most kezdtük a fél évet, gyakorlatilag online oktatással kezdtünk, és hát meglátjuk, hogy hogyan fejezzük be. Mik a tapasztalataik az online oktatással? Ugye egy e-learning rendszerünk van, amely tulajdonképpen már korábban is használtunk, de az órákat ugye azért nem online, hanem nem virtuálisan, hanem tényleges részvétellel tartottuk meg. Most ez áthelyeződött teljes mértékben az online térbe, tehát az előadások, illetve a szemináriumok megtartására is online kerül sor. Most ugye az előadások anyagait, azokat feltöltjük ebbe az e-learning rendszerbe, tehát ott a hallgatók szépen vissza tudják nézni, akár többször is, illetve további segédanyagokat is feltöltünk a számukra. Az orvos egészségtudományi képzésben viszont lehetőség van arra, hogy a hallgatóknak a gyakorlati demonstrációs termi gyakorlatokat, azokat megtartjuk személyes részvétellel. Mi a pozitív hozadéka ennek az online oktatásnak, hogyha elmúlik egyszer ez a vész veszélyhelyzet? Gondolkodtak azon, hogy megtartanak bizonyos elemeket? Én azt gondolom, hogy érdemes megtartani, tehát egy ilyen kicsit hibrid rendszerű oktatásban gondolkozunk, főleg a levelező tagozatos hallgatók esetében jelent ez pozitívumot, hiszen adott esetben bizonyos konzultációkra nem kell személyesen utazni. Megjeleniük, nem kell utazniuk, nem kell kollégiumot foglalniuk, hanem ezeket a virtuális térben online meg tudjuk nekik tartani, és úgymond csak a gyakorlatokra vagy vizsgákra, vagy olyan foglalkozásokra kell személyesen megjelenni, hogy ténylegesen a személyes jelenlét nagyon fontos. Vagy akár egy számítógépes vizsgát, ami korábban is voltak számítógépes vizsgák, amin ott kellett lenni személyesen, így van, azt így lehet, van. Hogy meg tudják most már oldani személyes megjelenés nélkül is. Viszont az online tér azért sok mindenre lehetőséget ad, és muszáj is online térben rendezni most bizonyos rendezvényeket, például úgy tudom TDK konferenciára is készülnek. Így van, a TDK konferenciánkra február 26-án kerül sor. Ennek most az a különlegessége, hogy egyrészt középiskolai hallgatók is részt fognak rajta venni, tehát itt a Kölcsei gimnáziumból, Arany János gimnáziumból és más középfokú oktatási intézményekből is várunk hallgatókat, másrészt pedig külföldi hallgatók is részt vesznek ezen. Dr. Sárvári Attila, köszönjük szépen, hogy mindezekről beszámolt nekünk ma. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, ez volt a 35 perc, ezzel a műsorral legközelebb hétfőn, ugyanebben az időpontban várjuk Önöket a képernyők elé. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!